A tegnapi nappal ugye kezdetét vette az országos rally bajnokság első futama itt Bükkfürdön. Hogyan értékelnéd a mai napot? Mert ugye ma már három gyorsaságit mentetek. Igen, most már vége van az első napnak. Nagyon vártam a bajnokság kezdetét. Most már van sokkal nagyobb rálátásom, hogy milyen murván versenyezni. Most már a hotelben vagyunk, a Danubius Health Spa-ban. És hát most így átgondolva az egész napot, azt lehetett látni, hogy gyorsaságiról gyorsaságira sikerült fejlődni, és én mindig csak annyit vállaltam, amennyi az észszerű határokon belül van. Ugye aszfalton addig sokat versenyeztem, de a murva az egy teljesen más dolog. Most a harmadik gyorsaságin jöttem rá, hogy hogyan is kell menni, és akkor itt kezdtek már jobbak lenni az idők. Sajnos az első gyorsaságin kaptunk egy 6 perces büntetést, egy ilyen félreértés miatt, kommunikációs hiba miatt. Úgyhogy a versenyben most a pozíciónk az eléggé hátul van. Tehát nekem ez egy olyan év, ahol sokat kell tanulnom, és ott kell fejlődnöm. Úgyhogy ez is egy újabb tapasztalat. Most esik az eső, úgyhogy holnapra teljesen mások lesznek a pályák, és ugye újabb gyorsági szakaszokon kell bizonyítanunk majd. Én jól érzem magam a kocsiban, és tetszik a rallisport. Nagyon szeretek versenyezni, de tényleg úgy van, hogy az aszfalt ez teljesen más, mint a murva. Itt apró trükköket kell alkalmazni vezetés közben, és tényleg ezekben a nyomokban nagyon oda kell rakni az autót, amivel ki van járva. Ez az elején nem sikerült, még nem is annyira mertem, most már a végén sokkal jobban ment. És hát a gumizás is fontos. A mai napon nem kockáztattunk a gumival, inkább a biztos autózásra mentünk, és a nyitott gumikat használtuk. De holnap ki fogunk próbálni több típusú, több minőségű gumit is. Ugye mondtad, hogy most mész először murvás pályán, azért hogy látod, lehet élvezni ezt a pályát is, ezt a versenyt is? Hát ezt még jobban lehet élvezni, mert az autó folyamatosan keresztbe megy, és lehet használni a kéziféket, még mondjuk aszfalton kevésbé, de ez egy egészen más sport is így. Tehát a rallin belül is, hogy aszfalton menni és murván menni, ez egy két különböző dolog, és a sporttársak elmondták, hogy az egy dolog, hogy murván menni sokkal nehezebb, és sokkal több tapasztalat kell, de ezek a bükkfürdői pályák, ezek különösen nehezek, úgyhogy ezt ma érzékeltem a mai napon. Ugye esik az eső, mint ahogy mondtad is, mennyiben okoz ez majd nehézséget szerinted a holnapi napra? Hát ez egy újabb kihívás, mert ilyen körülmények között sem mentem még ralliautóval. A mai napon szerintem nagyon sokat fejlődtem, és egyre jobban érzem, hogy hogyan mozog az autó, úgyhogy nagyon várom a holnapi napot. Mik a célok, így a hétvégére nézve? Hát ezzel a 6 perces büntetéssel elég nehéz megfogalmazni a célokat, tehát a helyezésben nem hiszem, hogy bármi csodát tudnánk tenni, de hát az újabb tapasztalatok megszerzése, most lesz 9 gyorsasági holnap, ugye 3 különböző pályán, úgyhogy itt kell majd az élmenyzőhöz képest közel jönni. Ezek lehetnek a célok, és az, hogy biztonságosan és gyorsan tudjunk menni. Nagyon szépen köszönöm akkor, és sok sikert! Köszönöm szépen!